ismeretlenül, mert ugye mindig olyan jóságosnak képzeltük el a plébános atyákat, hogy kinek lehetett ő vele valami baja, és sietve, futva siettem haza a szüleimnek, megmondtam, hogy valahol egy papot meggyilkoltak. Se a neve nem volt ismerős, sem a színhelye, mert mind a kettő idegen volt. És akkor édesapámtól kérdezem, hogy miért tehették ezt. Ő csak annyit mondott, hogy kislányom, te ezt még nem érted. ...1957 sötét decemberében megöltek egy papot. Megöltek egy papot. Egy 26 éves fiatalembert. Azt mondták neki azon a sötét decemberi éjszakán, a nyugati határszéltől alig néhány száz méterre levő plébánián, egy haldokló várja. Vinné el neki a betegek szentségét. És ő elindult az oltári szentséggel, a szent kenettel, nem mérlegelt, ment. De gyilkosok várták. Gyilkosok, akik 32 kés szúrással végeztek vele. 1957. sötét decemberében. Pogányok idején. A Rábaketthelyi plébánia temetőben ülünk. Mögöttünk van az az erdő, amelyen keresztül az utolsó útja vezetett Brenner János atyának. Mi történt azon a december 14-i éjszakán? 1957. december 14-én minden évhez szokás szerint a Rábaketthelyi plébániáról kimentek a filiákba, négy filia tartozott a Rábaketthelyi plébániához, Farkasfa, Magyarlak, Márűfalu, Zsidaközség. Ezen a 14-én Esperes úr volt a soros, mert egyik éven ő ment, másik éven a káplán úr mindig ki missziós útra Farkasvára a karácsonyi gyuntatást végezni. Ő akkor éjszaka mindig Farkasván aludt, és mi jöttünk 7:30-ra ide a plébánia templomba szentmisére. Zárva volt a templom. Gondoltuk, hogy a káplán úr elaludt. Aztán a sekres is mondta a minisztrásnak, hogy menjen le és keltse föl. Mikor lement, a Marcellini már tudta, hogy mi történt, és mondta a fiúnak, hogy mondd meg fönt, hogy megvan a tisztelendő úr, zsidán fekszik, meggyilkolták. 1957-ben kerültem Lentibe, Dél-Zalába. És egy hétfői napon a káplántársammal kimentünk a templomba, hogy rendet rakjunk a keresztelő kútba, ami már ugye régen volt rendrakva. És amikor kint vagyunk a templomba, akkor fut valaki, hogy egy távirat jött Szombathelyről. Akkor bementem a plebániára, és ott volt a távirat, hogy gyere haza, mert Jancsi hirtelen meghalt. Mit érzett akkor? Hát tulajdonképpen nem tudtam, hogy miről van szó. Én úgy gondoltam, mivel ő akkor már motorozott, hogy valami motorbaleset érte. És akkor elmentünk a postára, hogy valami kapcsolatot teremtsünk Szombathellyel, ami akkoriban nagyon nehéz dolog volt, ugye telefon nem volt. És ott a postások már tudták, hogy tulajdonképpen mi történt, hogy őt megölték. És ugye a postásoktól tudtam ezt ott meg. A győri székesegyházban voltam káplám. Közvetlenül karácsony előtt voltunk a legtöbb dolgunkban. És ugye legsötétebb, a leghosszabb sötétség akkor van, december 15, 16, 17.
és jön át a spirituálisunk, a szemináriumban lelki vezető, akinek valamikor növendéke voltam, de akkor már nem voltam az, és azt mondja nekem, hogy János meghalt. De ő sem tudta, hogy miért és mivel halt meg. És aztán utána a papok azt mondták, menj haza, mi mindent intézünk, az ünnepek alatt maradj otthon. Én nem tudtam semmit. Hazaértem, fölzölgettem a szüleimet, bementem. Ez volt az első kérdésem, hogy motorszerencsétlenség? Nem, azt mondja, édesapám, meggyilkolták. Advent időben voltunk, nagyon megdöbbentem, és a kedves híveknek is, hát említettem, nem számítva a karácsony másnapján, tehát Szent István vértanú ünnepén a Szentbeszéd is hát részben erről szólt, hogy mennyire ismétlődik az apostolok cselekedetében leírt esemény, az első vértanúnak, Szent Istvánnak az esetével kapcsolatban, és hát most a mi paptestvérünknek a halála mennyire hasonló az első vértanúnak a halálához. Ugyanolyan brutalitással történik az ő kivégzése, mint Szent Istvánnak a megkövezése. Mikor találkozott először Brenner János atya nevével? Brenner János atya nevével 1957-ben a halála utáni vasárnapon kihirdette Jákon a híres műemléktemplomunkban a plébánosunk, hogy az éjjel egy atyát meggyilkoltak, a körülmények még tisztázatlanok, imádkozunk érte, kedves hívek. Akkor az első könny akkor csordult le a szememből, ismeretlenül, mert ugye mindig olyan jóságosnak képzeltük el a plébános atyákat, hogy kinek lehetett ő vele valami baja, és sietve, futva siettem haza a szüleimnek, megmondtam, hogy valahol egy papot meggyilkoltak. Se a neve nem volt ismerős, sem a színhelye, mert mind a kettő idegen volt. És akkor édesapámtól kérdezem, hogy miért tehették ezt. Ő csak annyit mondott, hogy kislányom, te ezt még nem érted. Érthető volt az ő magyarázata is, hisz végigjárta az orosz fogság poklát. 28 hónapi orosz fogságban volt, és nem beszélhetett. És az a gyerek, aki nem kap kielégítő választ egy életen át, foglalkoztatja a kérdés. Úgyhogy mind a mai napig tisztázatlan maradt, ahogy akkor a plébános atya kihirdette. Ön hány éves volt akkor? 9 éves voltam. Ez a gyilkosság nem sokkal karácsony előtt következett be, és a János atya hagyatékában talált egy levelező lapot, mely önnek szóló karácsonyi üdvözlet volt, és amelyet már nem tudott postázni. Na most a napokba került elő, a szülőknek írt, amit postára adott, de nincs dátum rajt, és karácsonyi ünnepeket kíván, és írja azt, hogy nem tudok karácsonyra hazajönni, de amint tudok, jövök. Amint tudok, jövök. Igen. De nem karácsony tudott. Után, igen. Elindultunk erre a rövidített uton, mert akkor még nem tudtuk, hogy ezen az ajtón jött itt ki a templomba, és erre vezetett az út, de ezt az utat csak nappal használták, rövidítve, amikor hitoktatni mentek, vagy az iskola kápolnába szentmisét mondani. Sokan mentek le oda megnézni, hogy hol fekszik. Hát ott az iskola kápolnához közel volt egy trágyadomb, ott egy ilyen parasztház állt, és ott a trágyadomb helyén, a mélységben látták, ott fekszik halva. Mindenki azt mondta, ha most nem mutatják ki, hogy ki a gyilkos, akkor a kommunisták ölték meg. Hát más nem mondtak a hívek, csak ezt a kijelentést tették, és a meggyilkolás első pillanatától hangoztatták, hogy ez az ember vértanú, mert hiszen a hivatása közben történt a gyilkosság. Emberek! Segítsetek! Istenem, segíts! Istenem, segíts!
mindenki tudta, hogy veszedelemben élünk, ezt minden pap tudta. 1956-ban hozták Budapestről a Mindszenty Bíboros úrnak a beszéde, meg a 12. Pius pápa, és hozzá volt egy ilyen kis napló, a központi szemináriumnak egy kis naplója a forradalomról. Kedves barátom, ez volt a címe. Ugye ez aztán később nagy port vált fel, mert egy nagy per lett belőle, 16 pap ült ebben az ügyben, és egyszer csak jött egy telefon, hogy holnap azonnal menjek föl a Gyorskocsi utcába. De előtte, ugye az egy érdekesség volt, hogy két napon volt házkutatás. Az egyik napon itt Szombathelyen, a családnál, a következő napon, mikor visszamentem Győrbe a szeminárba, ott volt házkutatás. És itt Szombathelyen, mikor éjjel jöttek és dörömböltek, mondta az ávós, hogy szétlövetem a házukat, ugye, ha nem nyitnak azonnal ajtót. Én azt gondoltam, hogy ezeket a naplókat keresik, és a másik szobába el akartam égetni a vaskályhába a naplókat, és próbáltam meggyújtani, de közben megérkezett az ávós a géppisztollyal, úgyhogy onnan fölegyenesedtem, de szerencsére nem gyulladt meg a tűz, mert az gyanús lett volna, de embereket kerestek, tehát nem írásokat, hanem embereket. A Szombathely Egyházmegyébe egy nagyon erős kezű, talán ismerős a kifejezés, bajszas püspök. Tehát aki az ávónak az embere volt, és ez kezdetben bent is lakott a püspökvárba, a püspöki hivatalba volt, és a püspöki helynök szintén az államembere, tehát ők intézték valójában az egyházmegye papjainak a sorsát. Hát nagy volt a megfélemlítés a Szombathely egyházmegyében. Egy kis mag a békepapság, akik hát bizonyosokig élvezhették az államnak a kitüntetését olyan értelemben, hogy kiemelt helyekre, jobb helyekre helyezték őket, káplánokat is, még 1969-ben is, amikor püspöki körlevélbe hirdették meg például, hogy Olaszfa plebániája megürült és meg lehet pályázni, és én, mint szőcei plebános pályázatot nyújtottam be, pályázhattam, hisz doktorátusom volt, tehát plebános vizsga nem kellett, és ekkor az állami egyházügyi tanácsos felkeresett engem is, ő is fenyegetőzött, hogy honnan volt ilyen bátorságom, hogy megpályáztam, kérem, a püspök meghirdette, és hogy gondolja, egyáltalán nem garantáljuk, hogy nem lesznek éjszakai látogatói. Minden püspökségen egy ilyen megbízott, az állami egyház, AEH-nak nevezték, akkor annak egy megbízottja volt, akiket a nép ugye bajszos püspököknek becézett. Na most ezeknek az volt a dolguk, hogy hát ugye a központi irányítást megvalósítsák a különböző egyházmegyékbe. Emellett volt még egy vonal, a rendőrségi vonal, tehát minden rendőrségen voltak a papok ügyeivel megbízott ávósok. A 22-es helyre olyan ember nem kerülhetett, aki a mozgalomban nem volt benne. Ez a 22-es, ez mit jelent egészen pontosan? Ez a törvényerejű rendeletnek a 22. pontja, amiben felsorolták, hogy városba, járási székhelyre, egyházi intézményekbe, püspökvárba, esperes vezetőknek csak olyan papok kerülhettek, akikhez az állam jóváhagyását adta. Ez ilyen szakkifejezés volt. Az egyházon belül is megvoltak azok az emberek, akik úgymond a kapcsolatot tartották. Persze, természetes. Azt nagyjából lehetett tudni, hogy kik. Ezek az úgynevezett 3x3-asok. Lehetett. Matematikusok. Lehetett tudni, ezeknek be kellett számolni mindenről. Annyira, hogyha egy bérmálás volt falun, akkor estére valakinek be kellett számolni arról, hogy mi történt ott, ki mit mondott. És általában ugye az se titok, hogy a sofőrök, portások és ilyen emberek voltak megbízva ebben, akik ugye szállították a híreket. Kik voltak az éjszakai látogatók?
Kérem, ők az ávónak az emberei voltak. Egy egész konkrét esetet, ha szabad elmondanom, még élő paptestvér, akinek, aki szintén szerette volna beszervezni a békemozgalomba, többet nem merek mondani, mert élő paptestvér még, természetesen nem volt hajlandó hát a mozgalomba belépni, nekik nagyon jó lett volna, pontosan az édesapja miatt, aki 19-ben, hát így ma mégis többet is mondtam, 19-ben valami direktóriumi tag volt, és nagyon szerették volna őt ilyen értelemben futtatni, nem volt hajlandó. Neki megvolt a napja, ha jól tudom, a szerda, amikor minden szerdán megjelentek, elvitték, és akkor állandóan ütötték. És ha ő azon a szerdán Balatonnál volt valahol, akkor a Balatonnál fogták el, és vágták autóba. Ő maga beszélte el, hogy erre az alkalomra mindig nagyon jól felöltözött, és már mindjárt kezdetben nagyon kezdett jajgatni és kiabálni, amikor kezdték ütni. Nem csak akkor, mai napig is félnek. Nem egyszer mondják nekem, te nem félsz. Mondtam, én csak az igazságot mondom. Nem politizáltak itt a papok, nem voltak politikázó természetűek egy sem. Inkább lelki életet élők voltak, és itt a Rabakethelyi plébánián igen nagy volt a hitélet. Itt mindenféle szervezet, kongregáció, oltáregylet, rózsafűzér csoporttársulat, szóval mindenféle, ami létezett szívgárdista, az minden megvolt. És ez szemet szúrt a pártnak, hogy hát meg kell egy kicsit bénítsák, mert különben a párt nem haladhat előre. És hogy ki volt az, aki ezt tervezte, Az a legnagyobb bűnös, nem is én szerintem, nem is az, aki végrehajtotta, akik végrehajtották, inkább aki elgondolta ezt. Február 20-án csütörtöki napon akkor volt nekem egy szigorlatom, az befejezvén, püspök úrnak megtelefonáltam, táviratoztam, és másnap már jelzett a püspök úr, hogy délben szeretne velem beszélni. De ezt megelőzőleg, hogy mondjam még el azt, mert ez fontos nekem, hogy karácsony után édesanyám írt egy levelet. És abban szépen leírta, hogy az esperes úr volt nálunk, a szüleimnél, és elmondta, hogy mi történt Rabakethelyen, és hozzátette azt is, az esperes úr azt mondta, hogy téged fognak odahelyezni. Pont, nagybetűvel, de el ne menjám! Hát akkor volt az a bizonyos lélektani pillanat, amikor szóval megijedtem, na, nem tavarom, félelem jött belém. De aztán lassanként ez elmúlt, és akkor a püspök úr, amikor telefonált nekem a szigorlat után, hogy ő is kerülgette, hogy a maszkafordulkás, hát még a végre kimerte mondani, hogy hát engem most akkor két helyre helyez. Akkor már, mikor a püspök úr ezt nekem kimondta, már egy csöpp félelmet nem éreztem. Ezt mondom azért, mert amikor megkérdezték tőlem, hogy mi, én kerültem oda utána, mindenkinek első kérdés az volt, nem félt. Hát mondtam, eleinte igen, de később akkor már nem féltem. A holttestet délután vitték ki a Szent Gotthárdi temetőbe. Ez a karing, amit a kezemben tartok, ez volt a János főtisztelendő úron a gyilkosság alatt. Látható rajta vérfoltok. Szúrás vagy vágás kevés van rajta, mert a holttestet, ahol kivérzett, lábánál fogva húzták keresztül az élő sövényen, és a karing fölfelé volt hajolva a holttesten, és a ruhája volt az, ami nagyon össze volt vagdosva, nem a karing. A fejét úgy összevárték, hogy a papsapkát egyáltalán nem lehetett rátenni, mert hordó nagyságú lett, és tele különböző puppokkal, ahogyan megverték. Kimondhatatlanul nézett ki. A holttestet a Szent Gotthárdi nagy temető ravatalába vitték. Először pucéran fektették ki a testét, de volt egy jobb lelkű elvtárs, amikor meglátta, visszament a házakhoz, és kivitt egy lepedőt, és letakarva feküdt. Thank you.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Azt hiszem, hogy sokban nem különböztünk az átlag fiataloktól, mert hát mi azért mindenre, minden tréfára és egyébre készek voltunk, vidámak voltunk. 48-ig voltunk együtt, akkor ugye a testvérem érettségi után Zircre került, akkor 50 felé elkerült a János testvérem, 49-50-ben talán. És ugye, hát olyan nagyon sokat már fölnőtt korban nem voltunk együtt, de amikor összejöttünk, akkor nagyon jó hangulatban. Én szerintem nem volt sok különbség a egyéb fiatalok, hát ugye akkor más volt azért a millió. Egy volt talán a különbség, hogy hát lányismerőseink nem voltak. Ugye, akkoriban nem volt koedukáció. Fiúiskolába jártunk, fiúkkal jártunk együtt, és azt szoktam mondani, hogy én lányt először közelről akkor láttam, mikor az iskolába bementem tanítani. Mint legidősebb testvér, ön döntött először a papi pálya mellett. Az ön döntése mennyiben befolyásolta a fivérei választását? Nem gondolom, hogy lényegesen befolyásolta volna. Inkább a családnak a vallásos hangulata. Szüleimnek a vallásossága, édesapámnak a vallásossága különösen. Hiszen egy férfi embernek a vallásossága az mindig meghatározó. Bár az édesanyák vallásossága nélkül nincs vallásos élet, de ha egy férfi vallásos, akkor az nagy, sokkal nagyobb hatása, mint egy anyának a vallásossága. Ugye egy szobában voltunk, mint a magyok, tehát gimnazista diákok. És aztán mondtam az öcsémnek egyszer, Jánosnak, gyere el te is papnak. De hogy ne, mindenki nem mehet el papnak. Ennyiben maradtunk. Aztán bementem Zircre, és onnan leveleztünk, és egyszer ír nekem egy levelet egész váratlanul, hogy én is meggondoltam magam, megyek Zircre. A papnak menni az mindig hivatást jelent, azt nem lehet valakit bíztatni arra. Ezt el szoktam prédikálni, hogy az édesapám 10. gyerek volt, és a nagymama őt mindig papnak szerette volna, ha papnak megy. Ő neki eszébe se jutott, ugye Pesten tanult a műegyetemen, és utána megnősült. A nagymama meghalt, és utána a nagymama, mikor meghalt, 5 unokája lett pap. Hát tehát jól imádkozott, hogy 5 unokája pap lett. El lehet-e egy szerzetestől venni a hivatását? A hivatást elvenni nem lehet, meg megadni sem, az Isten ajándéka. A hivatást az megmagyarázhatatlan valami, egy olyan érték, amire az ember mindent vállal. Például akkor, mikor minden nap fényszorozták az épületet, ahol Vácon én laktam, minden este, körbe volt fényszorozva, és kiterítettük a ruhát, hogy ha jönnek, azonnal ránk tudjuk kapni, mert nem adtak időt öltözködésre, vagy valamit magunkhoz venni. Senki nem izgult azon, hogy jaj, mi lesz. Eljöttek a szüleim, értem Vácra, a püspök úrral is mondták, hogy engedjen el, a Péteri püspök úr volt. Én mosolyogva mondtam, hogy nem, hát én maradok, én nem megyek sehova, nem féltünk semmitől. Szóval a hivatás Isten ajándéka, az nem lehet mértékkel mérni, meg sem otthagyni, mert később se tud megnyugodni az, aki úgy otthagyja, meg nem, akinek igazi hivatása van, nem is hagyja ott. A lelki élet alapfeltétele a tiszta Isten fogalom, vagyis Istennek a helyes megismerése. Legjobban a szeretet által érhetjük ezt el, mely örök. Thank you.
Össze kellett jönni a 16 éven felülieknek, férfiaknak, hangsúlyozom, a volt iskolába, és akkor ottan, én nem tudom, most 10-es, 12-es csoportokba le kellett menni a szembe lévő háznak a kertjébe. Ott sorba állítottak bennünket, és egy búra alatt volt egy zöld kalap. Ezt a Kántor nevű kutyát, aki nagyon híres kutya volt, hiszen könyv is jelent meg róla, nekem is megvan, ezt akkor elengedték, levették a szájkosarat, mondták, hogy mindenki maradjon nyugodtan, nem fog bántani senkit, úgyhogy ne ijedjenek meg. Hát nem volt egy jó dolog, hogy ekkora kutya ott szaglászta az embert, és akkor az mindenkihez oda ment, végszaglászott, fölszagult ide. Ugye télen volt, téli kabátban voltunk így a kabát ujjában, meg mindenhol, és akkor sorban mindenkit így végszagolt. Így választotta ki a tókát? Nem. Nem, ezzel szagolásnál nem lett kiválasztva senki. Állítólag elment a házához ez a kutya, a lakására. Zsidám volt neki háza, és ott valami vérnyomokat talált. Na de azt mondják, hogy ez disznóvágáson volt előtt este, és hogy azért volt véres a ruhája, stb. Na ekkor tartozhatták le a tókát. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy kétszer halálra ítélték. Az első tárgyalás itt volt járási szinten, Szent Gotthárdon, benne a mostani polgármesteri hivatalba. Nagyon sokan el voltak, én nem voltam el. Itt első fokon ítélték halálra, akkor utána föllebezés volt, akkor megyei szinten másodfokon halálra ítélték, és akkor a legfelsőbb bíróságon ott még fölmentették. Hát most kérdem én, hogy milyen bíróság lehetett az, aki csak úgy halálra ítél valakit? Tehát azért a halálra ítélés az egy komoly dolog. Azért gondoljuk, hogy ez egy mesterkért dolog lehetett. Az egész olyan volt, hogy egy ember azt nem tehette, és egy ember nem lett volna képes azt a gyilkosságot úgy végbe vinni, mint ahogy ugye a forgatókönyvben szerepelt. Tehát kezdettől fogva nem hittük. Azt gondoltuk, és én magam is gondoltam, hogy az, akit hogy belesodortak ebbe a perbe, hogy annak valami szerepe volt, de ugye senki nem tudta, hogy kinek milyen szerepe. Akkoriban senki nem mert nyilatkozni falukba erről a dologról. Annak idején bevonták-e önöket, testvéreket, a családot a vizsgálatba? Kettőnket bevontak. A szülőket nem hallották ki. Minket lerendeltek Szent Gotthárdra, abban az időben, amikor a határsávot megszerezni borzasztó nehéz volt, és akkor 5 percen belül kiállították nekünk, mehetünk Szent Gotthárdra. Bementünk a rendőrségre, a kihallgatás annyiból állt, hogy bezártak mindegyiket külön egy szobába, és azt mondták, hogy most írják le az öccsüknek az életrajzát, különös tekintettel a nőügyeire. Egy papnak miért a nőügyeire voltak kíváncsiak vajon? Azt tessék megkérni azoktól, akik kíváncsiak, de általában a papok a nőügyeire mindig kíváncsiak az emberek. Azt mondta egyik nyomozó valakinek állítólag, hogy a maguk papjának az egész életét végigvizsgáltuk, de semmit, még a legkisebb ilyesmit sem találtunk benne. A maguk papja nagyon tisztességes, rendes pap volt. Volt egy ilyen gyűlés, vagy minek nevezzem, Gotthárdon, ahol minden ilyen hivatalos személy és a rendőrség is részt vett, utána pedig a Agapé. De most arról a gyűlésről 3 személy jött, Kethelyi hazafel is hallották a segélykiáltást, hogy valaki kiábel, az 12-1 óra körül volt. 12 és 1 óra között hallották a segélykiáltást. Na most az egyik mondta, hogy gyertek, nézzük meg, mi van ott, mert az kiabált, hogy Istenem, segítség, emberek, segítsetek. És 2 kinevette, hogy biztosabb fiatalok, de 1 azt mondta, én nem megyek, megnézem. El is ment, az az illető, de soha senkinek nem árulta el, hogy kit talált ott, meg úgy megfélemlítették,
hogy szinte elzárkozott az emberektől azután. Van egy nyomozási jegyzőkönyv, vagy jobban mondva, vagy egy ilyen peranyag, amiben tulajdonképpen ez az előre elkészített anyag van megfogalmazva, amit megfogalmaztak előre. Itt aztán voltak olyan nehézségek, amit sokan emlegettek, az, hogy vérnyom volt a plebániának a lépcsőjén, és az nem érdekelte a rendőrséget, hogy milyen vércsoport. Hogy megtaláltak egy kalapot, ami először az első gyilkosnak volt a kalapja, másodszor a második gyilkosnak. Hogy az első gyilkosnak, akit fölmentettek, az meg tudta mondani, hogy hol vannak a kulcsok. Sok ilyen ellentmondás volt. Hogy mondjak egy példát erre, aki kihívta, és másodszor mind egyedüli gyilkost elítélték. A per anyagban mondja, hogy ő azért ment a plebániára, mert minisztrált és ismerte a plébániát, tudta, hogy mi hol van. Pénzt is tudta, hogy hol van, mert mondta, hogy ő pénzért törve. És egy következő lapon, amint tovább gépeltek, azt mondja, hogy én Brenner János káplánt soha nem láttam, nem is beszéltem vele, és nem is ismertem tulajdonképpen. Ez mind egy lappal odébb van a bíróság, ez senkinek föl nem tűnt. Tanúnak tetszett lenni a Brenner gyilkosság ügybe? Hát van, de a majorák vagyok, én már semmit se tudok. Már 80 éves vagyok, olyan üres az agyam, hogy máma éppen teérkölött volna mennem, aztán oda sem mentem, már nem tudok, átfelejtek minden. De még az az ember él, aki mondta, hogy ő hitt a kül. Hát ugye ott hát mindenki tudja, ezt mondom, 45-en voltunk a tárgyaláson. Ő maga mondta, hogy ő itt aki. De azt akkor, mikor hittek, hogy itt meg sokan voltak, aki 32 készúrás sem megőtik, ugye. Ki tudja, hogy ki volt. Hát ez van. Ez van. Szomorú dolog, de hát megtörtént. Sajnálom végtelenül. Sokat imádkozok érte, és kérem a Jóistent, hogy minél előbb legyen a szentek közé, mert megértem, úgy én sokat szenvedek. Az én férjem tette fel a szekére, mert ugye arra ment le, arra jutottak. Ott öltik meg, itt mindjárt len, a patakon túl mindjárt. Ott öltik meg. Sose merült fel ez a kérdés, hogy hányan voltak még vele, ez a kérdés nem. Na most ugye én akkor jöttem el éppen, amikor a tókorat hazaengedték, mert két ítéleten, Szombathelyen és Szentgotthárdon halálra ítélték. Amikor jött el a szerencsétlen Kócán Tibor, ezt még mindenki tudta, hogy nevetséges. Hát 17 éves fickó volt. Ő hívta ki tulajdonképpen a plébániáról, de ő nem kísérte el, tudomásom szerint. Én csak akkor ismerkedtem meg velem, amikor egészségen voltam. Akkor szokott, hogy elhozni a vendek és pénzt kérni. 8 évre ítélték el, de hát szegény Tibor most is fél. Én megértem, mert úgy tudom, hogy akkor abban a momentumban 4 gyilkosság történt. Az egyik az, hogy az édesanyját a katona a kukoricázban nagyon lőttem. Baleset volt? És babot szeret, és a katona verebet akart állítól, úgy mondták, akkor lőni a kutyának, vagy nem tudom minek, hogy és akkor nagyon lőttem. És a verebek a bab magasságát? Hát azt nem tudom, milyen magasra röpkének, hát biztos ott is voltak, hogy nem tudom. Csak hogy ez volt, ugye, ezt én volt akkor. Én megértem a Tibort, nekem elmondta, hogy hogyan volt. 8 évre ítélték el, és abból 6-ot le is ült. De nagyon megtörtént Tibort, és nagyon kiforította. Ő nem már mondani, nem mondott semmit se, hogy ki volt, meg hogyan volt. Hogy ő kihívta, de ki volt, arra nem hallandó nyilatkozni. Csókolom, jó napot kívánok! Csó! Elnézést kérünk, a Tóka urat keressük! Honnan jöttünk? Tessék? Mit? Mondani valója nincsnek, én a lánya vagyok. Maga a lánya? Én a lánya vagyok. Hát legalább hagyja. Igazságot kapna. Nem érdekel engem. Hagyják, hogy békén 83 éves. Elegünk van. Két infarktusa volt. Neki nem kell még egy, mert... Elegünk van. Nem lehetne vele beszélni? Nem. Már én nem engedem. E
És akkor maga nem mondaná el, hogy nem. Mit tud erről a dologról? Nem érdekel engem, hagyjanak engem békén a papokkal együtt, mert mindenkivel. Elegünk volt mi nekünk. De te az ő testvére is, pap. Na, hát maga nagybátyja. Hát tudom én, azt az én keresztapám. És? Hát én, hát abban jó viszonyban vagyunk, semmi gondunk bele. Más nem. Az édesapját megkurcolták? Hát meg. Elég szomorú. Elég szomorú. És mit gondol, vagy maga mit tud erről, hogy miért vállalta el először, amikor... Két. Rákényszerített? Hát miért nem próbálják meg, miért nem ülnek oda helyett, aztán akkor megtudnájuk, miért vállalta el. Azt csak látni kellett volna, hogy hogyan jöttek ők haza. Amik anyámnak is ilyen sább helyek a fején, hogy úgy tépték ki a haját, meg mi minden, akkor azt hiszem, hogy más nem kell mondanom. 17 éves bátyámat elvitték, anyámat elvitték, apámat, úgyhogy... Elég szomorú, hogy olyan világ volt. És a második emberről mit tud, akire szintén ráfogták? Az is ártatlan volt? Ki? Tibor. De Kócán. Én arról nem feltételezem fel, hogy az ártatlan volt. Szerintem biztos, hogy ő is volt. És még ki? Hát én azt nem tudjam, hogy ki volt. Én nem voltam ott. Most kérdezzék meg a Kócánt. Ő volt ott. Ő hívta el a papot. Nem érdekel. Az egész elegánban tortin voltunk, mi akkor is meg tönkretették az egész családunkat, a becsületünket, mindent. Hány évig volt az édesapja bent a börtönbe? Majdnem 3 évig. Talára is ítélték? Ha, vagy ne kétszer. Tartottak tőle, hogy végre is hagyják? Nem. Már bíztunk abban, hogy az igazság győzni fog. Ő győzött is. Hál' Isten. Hát, hogy őszinte legyek, még máma se mondjuk igazán ártatlannak. Nem tudjuk ártatlannak mondani. Már ha az okos kutya elment oda hozzá, akkor miért ment el oda hozzá? Vagy pedig meg volt csinálva, és akkor meg mi dolog volt az egész. És hogy került képbe a Kócán Tibor? Hát az is érdekes, mert ugye ez hát nem volt egy fedhetetlen gyerek, börtönben volt, valamiért le volt zárva. És állítólag, hogy betettek melléje így valakit, egy nyomozót, raptársnak, és akkor, hogy annak elmesélte volna, és hogy így födözték föl, így leplezték le, és akkor utána hozták meg az ítéletet. Ővel szintén eljátszották ezt az egész komédiát, ugyancsak lejátszotta. És 6 évet kapott, ha jól tudom. Le is ült azt a 6 évet, aztán ennyi. Tehát kellett mégiscsak keresni egy olyat, aki hát elviszi a balhét, mint ahogy szokják mondani, tehát egy bimbakot, akire hát rávarták. Ez a Kócán Tibor, ez biztos, hogy köztük volt, mert ő nagyon ismerte ezt a papot, szokott minisztrálni is előtte még, meg hát bejáratos volt állítólag a plébániára, én nem tudom. Tehát ismerte. Na most ez volt a csali, ő csalta ki a papot. Nagyon boldog vagyok, hogy az általam tisztelt és szeretett János, Brenner János bemutathatom, mégpedig úgy, hogy a legszebb ábrázolás szerintem, amit őről láttam. Mester Éva készítette el 1995. november 17-én épültek be ezek az ablakok. Alatt a újmisés jelmondata, tehát ne féljetek, és ha Isten szeretett
Akkor minden javatokra válik még a halál is. Mindenféle nyomot a testvéremről el akartak tüntetni. Ezt többfelé kifejtettem, hogy a képét levetették a győri szemináriumba, aztán a képeit rendőrhatóságilag elkobozták a magyar laki templom szenteléskor, és hát mindent, nem engedték, hogy az emlékművet betegyék a templomba. Tehát itt látszott a rossz hiszeműség. Halálesetről tudtunk, de maga a gyilkosságot csak a halálos ágyon mesélt el az édesanyja, hogy ő erről nem beszélhetett, és ő neki ez volt a legnagyobb fájdalma, hogy tulajdonképpen magába kellett zárni ezeket a dolgokat, hogy nem lehetett róla beszélni, és én akkor a halálos ágyán ígéretet tettem, hogy beszélni fogunk róla. Tulajdonképpen ez a halálos ágyán tett fogadalom, hogyha beszélni lehet róla, akkor miért tartsuk titokba? Nem akarom szentté hagyni az öcsémet, egyáltalán nem is szabad nekem azt megtenni. De biztos, hogy volt bent valami az életszentségből, az egész egyéniségében volt. És ennek hatása van az emberekre. Egyébként a természet fölötti világban mások a törvények, mint a természetes világban. És mi nem értjük azt, hogy most miért kellett ennek így lenni, vagy úgy lennie. Az Isten akarata volt ez. És ez egész biztos, hogy azt mondhatom, ez az igazi oka az egész halálának. Jóisten akarata, aki ennek a szétesett magyar népnek, amelyik tényleg eszmény nélküli, Isten nélküli. Ennek az Isten küldött egy eszményképet, és az eszményképet meg kellett szenvedni, meg kellett halnia. Megverem a pásztort, elszíled majd a nyáj, és tévedtek, mert a pásztor életét elvették ugyan, de az emberek keze összekulcsolódott némán, mert megfenyítettek nagyon mindenkit, beszélni nem lehetett róla sem itt, sem máshol, sehol. Hallgattak, de nem volt kisebb a hitélet azért, mert őt megölték, és abban az időben nem csak ő volt az egyetlen, országos viszonylatban többet is elraktak láb alól. Ez egy politikai gyilkosság volt. És elérték a célt, hogy megfélemlítették a népet? Nem. Nem érték el. Nem. Nem érték el. Mert annál többen kezdtek templomba járni, ha ezt a részét nézzük. Hát beszélni nem lehetett róla sajnos, nem volt ildomos róla beszélni pozitív vonatkozásban. Nem volt jó beszélni róla, de semmit nem értek el vele. Semmit. Semmit. Azon az őszön országszerte több papgyilkosság is volt, sőt, itt még Vas megyében is volt egy, ha jól tudom, valahol Gyürk közelében. Az nem olyan értelemben volt, az Kovács Ferenc Liszerendi úr volt, akit kikészítettek az ávod, és amma halt bele. Tudta-e, hogy aki a papi hivatást választja, az valahol a vértanúságot is eleve felvállalja az akkori Magyarországon? Biztos. Ugye a papoknak nagy százaléka be volt csukva, és ő azt tudta nagyon jól, hogy az elöljárói közül egy-kettőt úgy összevertek, hogy belehalta sérüléseibe. 1957. sötét decemberében, pogányok idején történt a gyilkosság. Azóta eltelt 43 év. Belőlük 33 a legsüketebb hallgatásban. S noha az ügyben több ítélet is született, de a legfontosabb nagyon sokáig váratott magára. Talán várat még ma is. Pedig a sötétség erői nem tudták, nem tudhatták, hogy az Isten szolgálatára fölesküdött embert legfeljebb elpusztítani lehet. Megölni nem. Megölni nem. Az emlékét. A hitét. A hitet. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Hegyi beszéd, Máté evangéliuma, 5. rész, 15. bekezdés.
név, időpont és helyszín nélkül szeretném elmondani. Egyesek értik, hogy bizonyára, hogy miért. Találkoztam egy illetővel, aki azt mondta, hogy szeretne velem beszélni. És akkor mondom, tessék parancsolni, leültünk, és negyed órán keresztül csak hebegett, habogott, érthetetlenül. Próbáltam kivenni, hogy mit is akar mondani, mi a problémája, és akkor azt mondta, hogy mi gyilkoltuk meg, vagy én gyilkoltam meg Brenner Jánost két másik emberrel. És próbáltam a nevét kérdezni, próbáltam, hogy hol lakik, hogy honnét jött, és nem válaszol semmit, csak nézett, úgy, mintha megüvegesedett volna a szeme. Azok az emberek, akik előre eltervezték a gyilkosságot, végrehajtották a gyilkosságot, ártatlan embereket belekevertek a gyilkosságba, a gyilkosság éjszakáján ők úgy néztek önmagukra, mint hősök. Na most egy nagy hőstettet vittek végbe, mert meggyilkolták a papot. Valóban ezeknek az a büntetésük, mivel nem tudjuk a nevüket, hogy még a nevüket sem ejtjük ki a szánkon, és a történelem ezeket elfelejti. Vagyis maga a történelem bünteti ezeket az embereket azzal, hogy névtelenséget ró rájuk. Ő még a halálával is prédikált, mert tulajdonképpen úgy hűlt ki a teste, hogy bal keze az oltári szentség fölött pihent, jobb keze meg ökölbe volt szorulva. Tehát védte az oltári szentséget is, meg a saját életét is. Arra nem is igen mertünk gondolni, hogy ez még egyszer ilyen formában fölmerül ez a téma. Hát, hogy ő valóban vértanú, az nem vitás. Vajon egy ilyen kanonizációs eljárással az egyház ad-e szentet és boldogot a híveknek, vagy éppenséggel ő kap, az egyház kap egy szentet? Keresztségünknél fogva mindannyian meghívást kaptunk az életszentségre. Szent Pál apostol az ő leveleiben az ő híveit mindig szenteknek nevezi. Természetesen legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, mondja Jézus. Ezt a tökéletességet soha elérni nem tudjuk. Tehát olyan tökéletesek soha nem leszünk, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Törekszünk erre. Zarándokok vagyunk. Az örök hazafelé zarándokolunk. Az Anyaszentegyház állandóan uton van az ő híveivel, és ezek előtt járnak a szentek, akik mint egy utat mutatnak nekünk, akik élő példái annak, hogy hogyan lehet megmutatni, hogyan lehet megélni az evangéliumot. Ilyen értelemben természetesen, hogy az egyház, amikor példaként állít elénk egy-egy ember, egy-egy hívőt, akkor gazdagabbak vagyunk, gazdagabb az egyház ezekkel a szentekkel, és gazdagabb az a közösség, akinek a köréből kikerül egy ilyen szent életű hívő. Szüleim se gondoltak arra, hogy valakin bosszút álljanak, vagy nem haragudtak senkire. Ezt valahogy a Jóistenre hagyjuk. Ezek olyan bűnök, amit hát ember úgyse büntethet meg, hanem saját lelki ismerete elől senki se futhat meg. És a legnagyobb büntetés, azt szoktam mondani is, hogy a pokolban a legnagyobb büntetés a lelki ismerete az embernek, amitől nem lehet megszabadulni. A kápolnánál is mindenki csak azt kérdezi, hogy hát mikor lesz a boldog avatás, akik jönnek. Nem az, hogy ki gyilkolta meg, mert mi nem kérjük a gyilkosok halálát, mi azt kérjük, hogy térjenek meg és éljenek, mert megtévedni lehet. A pázsit fű között a gyom is kisarjad. De, tehát az jó emberek között akadhat egy eltévedt is, de az is az Isten szeretőknek javára válik, mint ahogyan az ő újmis is jelmondata volt. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az adventi koszorú harmadik gyertyája a Rábakethelyi templomban és parókián nem rózsaszínű, hanem piros. Mint a vérszíne. A hívek akarata szerint a remény és az öröm színe csak akkor foglalhatja el benne ismét a maga méltó helyét, ha a meggyilkolt Brenner János atyát vértanúi közé fogadja az Anyaszentegyház.
Az ördögnek nem azok az emberek kellenek, akik mondjuk nagy szájúak, föltűnőek. Az ördög tudja, hogy ki a jó ember, akire neki rá kell mennie. És ez mindig úgy van, hogy akik elesnek, és akiket mondjuk megölnek, azok azért halnak meg, mert a gonosz tudja azt, hogy ki az ellenség, és kit kell intézni. És ilyen szempontból az ember ilyen szempontból is gondolhatja azt, hogy az öcsémnek azért kellett meghalni, mert útja volt a rossznak, a gonosznak, ördögnek nevezzük, mindegy. Thank you.